Start. Start elindult a Masterpiece Handicap és az egykori derbi győztes Tónyó is itt van a mezőnyben. Nem kezd rosszul, csak úgy, mint hármassal Nemzetes úr ott van a falon, illetve ott volt a falon, de most már változás az élen, átveszi Tónyó a vezetést. Nixon a harmadik pozíciót fölvállalva próbál előzni, második sorban Tengelicine, itt látom, jól kezdett egyébként Rainfield, a mezőny végén pedig Tequila Hash, a leggyengébb esélyt képviselő ló, tehát a mezőny végén Tónyó nagyon maga biztosan vezet, mögötte két kettesokat, és a jó kezdés követően Tónyóval Kolozsi László most már egy picit visszavesz a tempón. Tónyó vezetésével érkeznek a lovak az első egyenesbe. Tónyó mögött Nemzetes úr, majd Tengelic az egykori kancadi győztes, Rainfield mellette pedig Nixon a második pozícióban, a mezőny végén továbbra is Tequila Hash zárja a sort. 1250 méter van hátra a versenyből. Látványosan lassul az iram, ez annak köszönhető, hogy Tónyó, illetve Kolozsi László egy kicsit lassít a tempón. Jól együtt az egész mezőny egy körrel a vég előtt. A favorit egyelőre úgy fut, hogy arra lehetett számítani, Tónyó ére tudott állni, és innentől kezdve próbálja szabályozni a verseny alakulását. Tónyó mögött ott van bent a falon Nemzetes úr, kívülről pedig Tengelic a második, harmadik helyen, majd érkezik Nixon, bent a falon Rainfield is remekül tartja magát, ez lehet arra a jel, hogy nem túlságosan erős a tempó, Tekilás pedig abszolút várásra hajtva egyelőre a sor végén a hatodik pozícióban. Tónyó senkitől sem zavartatva diktálja az iramot, és legalább másfél lesz az előnye az őket üldözővel szemben. Belül Nemzetes úr, kívül pedig Tengelic, most Tengelic azért jelentősen gyorsítani látszik, vagy legalábbis előrébb látszik most már egy Nemzetes úr, a kedvezőbb ív azonban mi mindig Nemzetes úré. Negyedik helyen még mindig Nixon, most már azért megy visszafelé Rainfield, és talán ezzel egyítőben a sor végéről Tequila Hash is megpróbál feljebb zárkózni. Jön a verseny utolsó 600 méterre, a frontban változás nincs, továbbis nagyon könnyedén tartja vezető pozícióját Tónyó, mögötte kívülről Tengelic a második, bent a falon Nemzetes úr a harmadik, aztán jön Nixon, jön Rainfield és érkezik Tequila Hash. Az 500-as táblánál Tónyó ismét elindul, Kolozsi László elengedi Tónyó fejét, és hogy az várható volt, a nagy klasszis Tónyó ebben a mezőnyben tud gyorsítani a többiekkel szemben. Ha ez így folytatódik, akkor a küzdelem csak a jelzésekért lehet. A három éves korában derbi győztes Tónyó most már vagy 15 méterrel vezet Nemzetes úrral szemben. Tónyó, Nemzetes úr, Tengelic, ez az első háromló sorrendje. Nixon próbál még szaporázni, de úgy tűnik, hogy nem tud fölállni majd a dobogóra. Tónyó könnyű sikere lesz az, Tónyó győzelemmel tér vissza, Tónyó mögött Nemzetes úr lesz majd a második, és Tengelic a harmadik. Tónyó, az egykori derbi győztes ismét győz a Masterpiece Handicapben. Tónyó Kolozsi Lászlóval megnyeri a Masterpiece Handicapet.